Sziasztok, kedves nézők, M3 Autópark, Concerto is én leszünk a mellékszereplők, a főszerepben pedig egy Mazda 3-as lesz, ami egy 2005-ös évelőtt autó, ami és 1.6-os benzines sportverzió, friss műszak is, ugye, és 105 lóerős a benzinmotorja. A gazdája rendben tartotta, itt van a szervizkönyve, végig sokszor beláttam a sok-sok beírást rajta, találtunk benne olajcsere címkét, ami 2013-as még, de a motortérben is találtam 2016-ost is, úgyhogy nem sok kilométer van menne, 163 ezer összességében. Még egyszer gyújtásra teszem, ott szemben látjátok, van menet stabilizátor, kis ikonja is, tehát azt is tudjuk alkalmazni, ha szeretnénk, vagy kikapcsolni ezzel a gombbal. A gyári zenénket azt egy bőrkormányról vezérelhető kis billentyűkkel tudjuk itt váltogatni. Például mondjuk csak fölhangosítom egy pillanatra. De persze innen is lehet használni. A CD rádiót is lehet üzemeltetni. Ezen kívül ugye digitális automata klíma van. Benne most ugye 20 fokra állítottam be. Légzsákokból találunk benne többet is, hiszen van itt elől légzsák, függöny légzsák, oldal légzsák, nem tudom, hogy ott van-e valahol. És ott hátul is, azt már végképp nem látjuk, de ott is van ugye függöny légzsák. Na, ezen kívül, amit tudunk még mutatni, hogy szép a bőrkormánya, a váltógombja, a könyöktámasz, pohártartó, négy darab elektromos ablak és elektromos tükrök, állítható magasságú a kormányoszlopunk, és az ülés magasság is állítható. Tökéletesen szépen rendben van a szerkezetünk, kicsit hátrából is megmutatom nektek. Az irodában az autó ugye 5 ajtós, fekete metál színű, gyári az alufelni rajta, ezek Mazda alufelnik, elől hátul találunk rajta tárcsaféket, az autónknak a hátsó része kicsit jobban le van sötétítve, mint az átlag. Az autónkhoz tartozik ajándék is, méghozzá lemezfelnyire szerelt téli gumiszett van itt, amit Feri és Peti kollégámmal nagy nehézségek árán ide görgettünk, hát el tudjátok képzelni, azért láb nélkül azért görgetni kerekeket, nagyon kemény feladat, de hát köszönjük nekik szépen a közreműködést. Az autónknak a belső itt nagyon szép, hiszen láthatóan van egy csomagtér tárca, itt egész újszerű a hátulsó része, köszönhető ennek a kis műanyag darabnak, illetve hogy a gazdája ezt beleszerelte, beletette. A hátsó lapok, üléslapok azok dönthetőek, jobb oldalát is megmutatom az autónak, teljesen kulturáltan egybe van. A szerkezetünk, lámpatestek a helyén, nincsenek megsárgulva, projektoros lámpatestek, kötfényszórók, amiket még itt láttok, és az üvegezése pedig épp nincs benne rajta kavics, és nem repett. A mociát is hallgassuk meg, megfelelő minőségi, mennyiségű folyadékokkal el van látva, sitáltam ezt a címkét még rajta, ami 2016-os, 153 ezer kilométernél cseréltek rajta még olajat ezek szerint. Hát amit eddig találtunk benne. Aztán a következő videóra is gyertek el, hogy nézzétek meg a következő videót, ott egy próbakört fogunk tenni, Ferivel, Petivel, Concertoval, és hát természetesen veletek is szeretnénk ezt a próbakört megtenni. Persze majd személyesen is, hogyha eljöttetek ide az M3 Autóparkba, Budapesten vagyunk, a 15. kerület Szent Mihály út 90 számban, itt találjátok a Mazdánkat és minket is, a viszontlátásra.